5 millió forintos bírsággal büntet Kövér László engem a Mi Hazánk képviselőjeként a cigánybűnözés említése miatt. Noha e szó használatának jogszerűségét már 2010-ben is megállapította a legfelsőbb bíróság a közmédia hasonlóan önkényes tiltása esetében. A házelnök ráadásul a Mi Hazánk BTK szigorító törvényjavaslatát is letiltotta hasonló indokolással, így a társadalmat sújtó probléma megoldása helyett polkorrekt strusszpolitikát folytat a kormány. A házelnöki határozat szerint az országgyűlés 2023. május 22-i ülésnapján Novák Erőd országgyűlési képviselő interpellációja közben a roma nemzetiség és a bűnözés egyértelmű kapcsolatára utaló kifejezést használt, valamint felszorolása további részében is az érintett etnikai közösséget sértő állítást fogalmazott meg. Ezt írja Kövér László Mark Zuckerberg mellé állva, miután épp a Facebook önkényes tiltásait, túlhatalmát és a kormánnyal kötött paktumjából fakadó reklámadó mentességét kifogásoltam ezekkel a házelnök által büntetett mondatokkal. A Facebook orwelli világának új beszél nyelve a beteges polkorrektség jegyében számos programpontunkat sem engedi említeni, a szegregációtól kezdve a cigánybűnözés elleni fellépésen át az LMBTQP felvonulások betiltásáig. Tévedés az a megközelítés, hogy a magántulajdonban álló Facebook azt tilt ki a felületéről, akit akar, mert ennyi erővel egy vendéglő vagy diszkó tulajdonos is kiírhatná, mondjuk igény volna rá, hogy cigányok nem léphetnek be. A kormányt a kettős mérce jegyében mégiscsak az utóbbi zavarja. Így hangzott az interpellációm az országgyűlés plenáris ülésén, de az államtitkári válasz szerint minden rendben van, elég az uniós szabályozás. Pikáns egyébként, hogy Lezsák Sándor levezető elnökként akkor úgy szólított fel a cigánybűnözés szó kerülésére, hogy maga is kimondta azt. Ha a cigánybűnözés szót betiltanánk, akkor ennyi erővel a politikus bűnözésről vagy a fiatalkorú bűnözésről sem lehetne beszélni, pedig egyik sem általánosító, ezt mint a téma szakértője is mondhatom, hisz miután a Pázmányon romológiai tanulmányokat is folytattam. Tehát pusztán bizonyos tipikus bűnelkövetési formákról van szó, illetve azok visszaszorításához szükséges specifikus megoldási javaslatokról. Kövér László ráadásul letiltotta a cigánybűnözés szót mellőző formában benyújtott törvényjavaslatunkat is korábban, pedig az egy szakmailag alaposan kidolgozott életmentő indítvány ezzel a lényegre törő címmel, a rejtett erőforrások bűnözésének visszaszorítása érdekében a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi 100. törvény módosításáról. Ez sem tűrte tehát Kövér László. Nekünk viszont vannak megoldási javaslataink, és reméljük, hogy nem kell velük megvárnunk a Mi Hazánk mozgalom kormányra kerülését.